Több szempontból is különleges volt a legutóbbi bajnoki mérkőzés Dombó Dávid számára. A Kisvárda kapusa a mezőköves színeiben mutatkozott be az élvonalban, kapott gól nélkül hozta le a meccset, és csapata győzelmével a tabella első helyére lépett előre. Végül, de nem utolsó sorban, 100. NB1-es meccsén állt a kapuban a 28 éves hálóőr. Természetesen azért nagyon jó érzés 101-es mérkőzést játszani, hiszen azért egy mérföldkő egy játékos életében, én azt gondolom. Ugye a régi nagyok szokták azt mondani, hogy a 101-es mérkőzésnek kezdődik az, hogyha valaki NB1-es játékos. Úgyhogy ha innen közelítjük meg, akkor talán elmondhatom én is magamról ezt most már. Nagyon örülök természetesen, hogy ez ilyen forgatókönyvvel zajlott le, hogy kapott gól nélkül győzelemmel tudtam ünnepelni, úgymond a 100. mérkőzésemet, az pedig talán az életnek a külön furcsasága vagy érdekessége, hogy az első NB1-es mérkőzésemet a mezőköves színeiben szerepeltem, most pedig a 100. NB1-es mérkőzésemet pont a mezőkövesd ellen, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes volt számomra ez a találkozó, de természetesen nagyon jól esett, hogy nem feledkeztek meg, és sok gratulációt kaptam a mezőkövesdi oldalról is, de nyilván nekem a pályán a Kisvárda sikeréért kell küzdenem, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és az voltam a mérkőzés után is. A tabella első helyén álló Kisvárda a harmadik helyezett egy meccsel kevesebbet játszó Puskás Akadémiát fogadja az őszi zárófordulóban. Akadémia is azért jó formában van, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy mi is jó formában vagyunk. Biztos, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés egyik csapat számára se, hiszen azért mindegyik szerette játszani a saját játékát, úgyhogy nyilván ez biztos, hogy nagy taktikai csatát fog eredményezni. De nyilván így, hogy itthon játszunk, az őszi szezon utolsó mérkőzésen nem is lehet más a célunk, mint megnyerni a mérkőzést. A Kisvárda Masztergut Puskás Akadémia mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Ferencváros Budapest Honvéd, MTK Budapest Paks, Molfehérvár FC Mezőkövesd, Gyirmód DVSC és Zalaegerszeg Újpest.